Hát sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai videóban, és folytassuk tovább az indulás nulláról sorozatunkat. Amielőtt belekezdenénk a head-to-head mérkőzésekbe, lépjünk fel a transfer marketre, mivel ott vannak érdekes dolgok itt a My Orders-nél. Megvettem egy új csatát a csapatunkban, Völler személyébe, akinek gyorsan nézzünk is rá így az alap statisztikáira. A lövése 140-es, a pace is, dribblingben is 132-es, de hogyha bővebben ránézünk, akkor lövőstatokban tényleg nagyon brutális, és mellesleg nem is lassú játékos. Plusz fejelni is azért tud, 140-es headinggel, 136-os jumpinggal tud magasra is ugrani, és ha megnézzük a trétjeit, akkor tudja a csavart finesse shotot, és természetesen a fejelésre rá segít a powerheader is, úgyhogy mindenképpen egy erősítés lesz Völler, hamar claimeljük is el, és hamar nézzük is meg, hogy a csapatunkban hogyan mutatna. Természetesen Del Piero helyére fogjuk lecserélni. Ki is válasszuk szépen Völlert, akire a rank transferélés 480 tokenbe fog kerülni. Megvan a zára, de most jelenleg bővelkedünk tokenekkel, így rengeteg statisztikájának kellett növekednie. 3,9 millió zsetonért jöhet a 25-ös rankra való felfejlesztés, ami remélhetőleg rengeteg statisztikai fejlesztéssel jár, és ezen kívül jöhet a rank up, ezzel meg is kapja a 115. overratingét, ezzel pedig ő lesz a csapatomnak a legmagasabb értékelésű játékosa, és most lesz érdemes egy pillantást vetni a statisztikáira. Na, ez már egy csatár. Úgyhogy nem lehetnek kifogásaink jó csatár szempontjából, hogy nem rúgja be a helyzeteket vagy valami. Úgyhogy ezennel én azt mondom, hogy indíthatunk is egy head-to-head mérkőzést. Mostanában tényleg rengeteget küzdöttem. Aki mi végzi el a bedobást? Bellingen. Új beadás és... A kapusunk az szellemmódban játszott, ahogyan az elétfogó védő is. Ez a baj a jelenlegi FIFA-val. Völler, Richarlison, egy lövést esetleg távolról. Richarlison mekkora gól volt? Richarlison a 43. percben. Na, így kell játszani. Probléma lehet az Munzon, belé, onnan nem lőhet. Kapufa, és ilyen nem lesz. Fú. Na de most már itt az idő újabb head-to-head mérkőzéseket menni, kipróbálni az új csatárunkat. Mentem a legutóbbi videó óta néhány mérkőzést, viszont azok nem sikerültek minden esetben jól, úgyhogy most azért vagyok 941 ezer kupán, de remélhetőleg ma sikerül néhány győzelemmel kicsit fennebb menni a ranglétrán, és nézzük is meg az ellenfél csapatát. Játékosok minőségében a mi csapatunk a jobb, viszont ez ugyebár sose jelent semmit. Jobban kell játszanunk, és akkor meg lehet a mérkőzés, az ellenfél kezd. Biztatottuk hamar defendingbe, és el is indul a mérkőzés. És ott van pedig Pelé, akit, hogyha jól átvesszük a labdát, egy lövés is alákulhatna, de Martinez. De itt a félidő, 0-0 az eredmény. Lehetnénk jobbak, de a második fél időt mi fogjuk kezdeni. És reméljük, hogy a gólcsend a mi javunkra meg fog törni. Indítanám Mané, de nem indul. Hoppá, hibázik az ellenfél. Mané, be kéne adni, de nincs akinek a labdát beadni. Richarlisonnak ezért továbbítjuk vissza. Amrabat, Völler egy lövés nem tud ereszteni, ilyen nem létezik, na. És ez így döntetlen lesz nagy eséllyel, viszont még megvan a labda utolsó perces támadás, persze. 0-0, GG. Ez győzelem kellett volna legyen, sajnos nem így sikerült. Össze kell szedni magunkat, mert így nem lesz jó vége. Na de jöjjön a második mérkőzés, 919 kupás ellen játszunk, és az előbbiekből kiindulva ez semmit sem jelent. Ratingben is gyengébb a csapat, de az is lehet, hogy ezek a kisebb ratingű kupású
ellenfeleink jobban koncentrálnak és nagyobban hoppáz az előző ellenfelünk menet közben. Na, akkor egy visszavágós mérkőzéssel jutott a most. Nézzük meg, hogy ki bizonyul ezen a mérkőzésen jobbnak. Meglepett, hogy megint ugyanazt az ellenfelet kapjuk ki. Nem kéne a dupla védekezést bekapcsolni, hagyjuk, mert ez így nagy probléma. Ederson. Már is eladjuk a labdát, Pelé. Mi az a nagy iba? 0-1. Böller. Doan? Ott a gól! 1-1. Mekkora gól volt Doan részéről, még csavarnia se kellett. Doánnak a lövése. Épp hogy bemegy a kapuba. Jó, na nem, azért szép gól volt. 1-1 így, idáig az állás. Jobban kell koncentrálni, és akkor az easy win is meg lehet akár. Richarlison. Völler egy lövés távolról. Szépet véd a kapus, de nem volt gyenge lövés. Nézzünk egy beadást, hát ha valakinek. Pont Völler felé menjen a labda, de Martínez az. Azt simán fognia kellett neki. 1-1. Megint nem tudtuk megvárni az ellenfelünket. Pedig voltak helyzeteink. Nem voltunk elég pontosak a kapu előtt. Úgyhogy ez összességében sajnos megérdemelt. Úgyhogy még végezetünk. Én azt mondom, hogy nézzünk egy mérkőzést. Hát ha 950 kupa felé tudunk menni, egy győzelem elégséges is lenne ehhez. És most egy más ellenfelet kapunk Alinho személyében. Úgy néz ki, hogy norvég szurkoló, mivel a Mölde címerét használja. Nézzünk rá a csapatára. Jól néz ki, sajnálatos módon. Úgyhogy kemény mérkőzésre számítok. Remélem, hogy most tényleg fel tudok ébredni egészen. És megnyárjuk valahogy ezt a meccset. Fernández, tartsuk is szélre a labdát, biztos be fogja húzni. Cantonán. Pelé. Bellingham! Ajjajjajjajjajjaj! Fuha! Meglepett. Mondjuk mostanában az ilyenfajta kapufák nem ritkák a játékban. 0-0. Érdekes, érdekes. Reméljük, hogy meg lesz az a mérkőzés, na nem hiszem el, hogy kaput se tudunk eltalálni. Nagyon kell ügyelni. Mondjuk Richarlison nem lesz. Rávisszük, rálőjük és Ederson. Nagyon távoli lövés volt. Úgyhogy, na, nem csoda, hogy ez lett a vége. Ruben Diaz egy fejessel, 1-0. Húha, kicsit szomorú összegletből tudtunk becalálni. De a gól az gól. És na, vezetünk. 0-1. Hú, ez nagy hiba, 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 nagy hiba. Hú, ezt nagyon elcsesztük, hogyha ilyenből fogjuk a gólt kapni, akkor főleg. Nem, oda kéne középre. Laggolni kezdett a játék így, hogy valahogy nehogy megnyerjük ezt az egyetlen egy szál mérkőzést a mocskát. Doan, nem hiszem el, no. Miért most kezd laggolni ez az egész? Nem hiszem el. Nem hiszem el. Nem hiszem el. Szöglet. Utolsó só szöglet, hogy... Fene elvitte volna az egészet. Ilyen nem létezik. Minden ellenem van. Egy... Minden klaggul. Mi akadályozta meg a... Utálom a hettőjedet. Utálom a... Tehát egy-egy lett a mérkőzésnek a végeredménye. Nagy csalásokkal szerintem. És ja. Ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy elnyerte a tetszéseteket, és találkozunk a következő videóba. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!